Köszöntöm Önöket, ez a világhíradó, én Nemes Anna vagyok. Várhatóan nem változtat a november 3-án tartott amerikai elnökválasztás eredményén, hogy Georgiában újra számolták a szavazatokat. Bár Joe Biden előnye csökkent a szövetségi államban, még így is vezet Donald Trump előtt, akinek szimpatizánsai szerdán a helyi törvényhozásnál tüntettek. Szerintük elcsalták a választást, amelynek eredményét az elnök stábja több államban is megtámadta. Georgiában ezt csak ezután tehetik meg, mert az első újraszámlálást a szövetségi állam a saját törvényei miatt rendelte el. Az eredményt péntekig hitelesíthetik, országszerte pedig december 8-áig azért, hogy az elektori kollégium 6 nappal később megválaszthassa az új elnököt, akit januárban iktatnak be. Biden Georgia nélkül is elég elektor gyűjtött a győzelemhez, Trump jogászai pedig eddig nem bizonyították, hogy olyan mértékű szabálytalanságok történtek volna, amelyek befolyásolják a végeredményt. Iránhoz köthető szíriai célpontokat bombázott szerdára virradó éjjel Izrael. A légicsapásokat azután rendelték el, hogy pokolgépeket találtak a Golán-fennsíkon húzódó közös határ mentén. A szírek szerint 3 katonájuk meghalt, egy pedig megsebesült. Légicsapásokat intézett Izrael a szír hadsereg és az iráni Al-Quds brigádok szíriai állása ellen. Így torolta meg, hogy egy Irán irányítása alá tartozó szír osztag bombákat helyezett el a határkerítés közelében. Nem engedjük, hogy az irániak Szíriából támadjanak ránk. Bárki próbál ránk támadni, viselni fogja a következményeit, mondta az izraeli miniszterelnök. Közben Jeruzsálembe látogatott Mike Pompeo, amerikai külügyminiszter, és egy bahreini delegáció. Az arab és a zsidó állam nagykövetségeket nyitna egymásnál, de másban is megállapodtak. December 1-től elektronikus vízumrendszert hozunk létre, amely lehetővé teszi, hogy polgáraink szabadon utazzanak országaink között, mondta a bahreini külügyminiszter. Idén Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Szudán is amerikai közvetítéssel kötött békét Izraellel. Mike Pompeo szerint ez a szövetség azt jelenti, hogy Iránnak csökken a befolyása a térségben. Ma lehetőségem lesz ellátogatni a Golán-fennsíkra. Annak elismerése, hogy a terület Izrael része, történelmi jelentőségű döntése volt Trump elnöknek, mondta Pompeo, aki látogatásán újabb szankciókat jelentett be a perzsa állam ellen. Múlt héten egyébként a tanácsadói beszélték le Donald Trumpot arról, hogy csapást mérjen egy iráni atomlétesítményre. Szerintük ez nagyobb konfliktushoz vezetett volna, így az elnök visszakozott. Orosz segítséget több ezer menekült, az örmény lakosok jelentős része térhet vissza a Sztepanakert városába, a hegyi Karabak központjába. Az örmény, azeri és orosz vezetők által aláírt tűzszünetet követően. Az elmúlt 6 hétben 3 tűzszüneti egyezmény is kudarcot vallott. A megállapodás értelmében a terület Azerbajdzsán része marad jogilag, az örmény erőknek december 1-ig kell átadni a területek feletti irányítást. Mintegy 2000 orosz békefenntartó érkezik a térségbe, hogy 23 kihelyezett ellenőrzőpont segítségével biztosítsa az egyezmény betartását. Háborús bűncselekményekkel vádolnak ausztrál katonákat, akik a bizonyítékok alapján ártatlan civileket gyilkoltak meg Afganisztánban. A hadsereg tábornoka bocsánatot kért az afgán néptől. Bizonyítékot találtak arra, hogy ausztrál katonák megöltek 39 ártatlan civilt és farmert Afganisztánban, jelentette be az ausztrál hadsereg tábornoka. To the people of Afghanistan. Bocsánatot kérek az afgán néptől Ausztrália hadserege nevében minden ausztrál katona által elkövetett gaztettért, mondta a katonatiszt. 2016-ban kezdte kivizsgálni Ausztrália a helyi média által felhozott vádakat, miszerint a különleges hadtest tagjai fegyvertelen civileket, gyerekeket öltek meg. A 4 éve tartó nyomozásban begyűjtött bizonyítékok alapján a katonák a háborús övezet magján kívül meggyilkoltak 39 civilt. Egyes állítások szerint az osztag vezetője arra kényszerítette a fiatal katonákat, hogy fegyvertelenneket gyilkoljanak meg, így készítve fel őket a harcokra. A jelentés szerint az áldozatokat fogva tartották, mielőtt megölték őket, így a nemzetközi jog védte őket. A 19 volt és jelenlegi katona háborús bűncselekmények vádjával kell, hogy szembenézzen.
Az afganisztáni közvélemény felháborodott, a bűnösök bíróság elé állítását követelik. Azt akarjuk, hogy a kormány alaposan kivizsgálja az ügyet. Az elkövetőket pedig hozzák Afganisztánba, és itt állítsák őket bíróság elé, mondja ez a kabuli lakos. Az eljárás következő lépéseként kineveznek egy különleges nyomozótisztet, hogy további bizonyítékok után nyomozzon, amivel szükség esetén a vádemelési eljárás meg tud kezdődni. Ausztrália az Egyesült Államok szövetségeseként 2002 óta van jelen katonai csapataival Afganisztánban. 1,3 milliónál többen haltak meg a koronavírus járványban világszerte. A legtöbb regisztrált beteg az Egyesült Államokban, Indiában, Brazíliában, Franciaországban és Oroszországban van. December közepére már várható a védőoltás. Miközben a világ a koronavírus járvány második hullámával küzd, reményt jelent, hogy több oltóanyag fejlesztés már az utolsó fázisokban jár. Várnunk kell a hatósági engedélyezésre. Ha minden rendben zajlik december második felében, már biztosítani tudjuk az oltóanyag ellátást Európában és az Egyesült Államokban. Tekinthetünk erre karácsonyi ajándékként is, nyilatkozta a BioNTech vezérigazgatója. Azt tervezik, hogy a technológiai újításoknak köszönhetően 2021-ben a védőoltás szállítása már a bolygó bármely pontjára problémamentesen sikerül. A német Pfizer és BioNTech cégek vakcinafejlesztése már a harmadik fázisban jár. A vezérigazgató szerint kortól függetlenül legalább 94%-os hatékonysággal véd a koronavírustól. A Robert Koch intézet elnöke a vakcina fejlesztéséről szóló híreket nagyszerűnek nevezte, és nagyon bátorítónak. Németországban egyelőre nem növekedik a koronavírusos új megbetegedések száma. A helyzet komoly, de úgy tűnik stabilizálódott a fertőzések száma az utóbbi két hétben, és jelenleg nem emelkedik tovább. Ez jó hír, magyarázta. Oroszországban a koronavírus járványban megfertőzöttek száma átlépte a 2 milliót, egy nap alatt 463-an haltak meg. Szigorú maszk és kesztyűviselési szabályokat vezettek be, a hatóságok a személyes higiénia és távolságtartás fontosságára hívják fel a lakosság figyelmét. Az Egyesült Államokban elérte a 250 ezret a koronavírusban elhunytak száma, 75 ezer beteget kezelnek jelenleg is kórházban. A növekvő esetszám miatt New Yorkban bezárják az iskolákat. Szeretném hangsúlyozni a szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek, hogy amint lehet visszaállítjuk a jelenléti oktatást, mondta New York város polgármestere. Az intézkedésekre azért volt szükség, mert a városban elérte a 3%-ot a pozitív tesztek aránya. 30 fölé emelkedett Közép-Amerikában az Iota hurikán áldozatainak száma, amely még tovább nőhet. A trópusi ciklon miatt több települést megközelíteni sem lehet, és ahogy a hatóságok sorban elérik ezeket, újabb holttesteket találhatnak. Hónapokba telhet az Iota hurrikán által lerombolt kolumbiai sziget Providencia újjáépítése az ország elnöke szerint. Többeket a közeli San Andrés szigetére vittek. Nagyon nehéz ez, élet és halál között voltunk. Állatokkal együtt egy ház alatt bujkáltunk, és egy templomban aludtunk a székeken, mondta egy nő, aki újra találkozhatott családjával. A trópusi ciklon 260 km/órás széllel érte el Nicaraguát, ahol lakóházak ezreit rombolta le. Sokan úgy érzik, segítség nélkül maradtak. Két hete az Eta hurrikán pusztította el a házam, a kormánytól azóta se kaptam semmit, erre most jött az újabb ciklon. Utcára kerültünk ruha és élelem nélkül, még vaslemezünk sincs, hogy menedéket építsünk, mondta egy helyi lakos. A hurrikán már legyengülve érte el Hondurászt, ahol áradásokat és földcsúszamlásokat okozott, akár csak az előző ciklon. Az országban több mint 70 ezeren vannak átmeneti szállásokon. Nehéz pillanataink voltak az elmúlt órákban. Folytatjuk a humanitárius munkát. Fontos, hogy akit evakuáltak, még ne térjen haza, mert ez még több helyen veszélyes. Segélyeket viszünk a szállásokra, mondta az elnök. Szerdán a vihar El Salvador fölé érve jórészt megszűnt, ami maradt belőle, az a csendes óceán felé haladt tovább. A régióban még további áradások és földcsuszamlások lehetnek. És ez volt a világhíradó, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!